Sajtótájékoztatón két nagyobb eseményről szeretnénk beszélni. Egyrészt a regionális együttműködésről a önkormányzatok részéről a turisztikában, a másik pedig a esztergomi történelmi napok, az Eszternapok programja, amelyről hát csak néhány szóban szeretném megemlíteni, hogy ezzel gyakorlatilag egy hagyományt szeretnénk teremteni a városban, vagy egy régi hagyományt újjáéleszteni, nézek itt a Palira, amelyben egy olyan történelmi játékokat képzeltünk el, amely minden évben egy picit meg tud újulni, minden évben egy picit más korszakra tud koncentrálni. Idén a török korral kapcsolatos dolgokat elevenítenénk meg, egy kiállítással kapcsolatos, egy megnyitót tartanánk a török vízfegyverekről. A hagyományőrzők a török városromot elevenítik majd meg, és különböző más programok is lesznek ezzel kapcsolatban. Én bízom benne, hogy egy sikeres programot tudunk elindítani. Természetesen a lehetőségek ilyenkor egy kezdéskor mindig sokkal nehezebbek, ezért szeretnénk, hogyha minél többen tudnának eljönni, és igyekeztünk úgy összeállítani ennek a programsorozatnak a szortimentjét, hogy ez mindenki számára érdekes lehessen, hiszen ebben van íjászverseny, vannak előadások kicsiknek és nagyoknak, vannak zenei programok, a hagyományőrző bemutatók, rendkívül színes ez a programsorozat. A Vágmúzeum is készült erre az eseményre, olyan vezetéseket fogunk tartani, ami egyébként az év közben nem látható, tehát például a Kecskés Együttes zenés tálatvezetéssel segíti a munkánkat. Lesz olyan VIP vezetés, amelyen a 12 év alatt, restaurálás alatt álló vágkápolna és a sztúdióló is megtekinthető mindkét napon. Tehát csupa olyan esemény, amely egy picikét eltérő a mindennapoktól. Bízunk benne, hogy sikeres lesz. És most pedig szeretném fölkérni Téti Nyéva polgármester asszonyt, aki a Dunakanyari Turisztikai Egységcsomagról és török-magyar kapcsolatokról beszélne. Ami miatt fontosnak tartottam, hogy ez a hagyományteremtő rendezvény a város vezetése részéről is támogatást nyerjen, az éppen az, amiért polgármester kollégám is elfogadta a meghívást, mert rá kell jönnünk, hogy ebben a világban egyedül nem biztos, hogy mindent meg tudunk valósítani, amit szeretnénk. A Dunakanyar valamikor régen egy egységes turisztikai csomagként jelent meg az ide érkező turisták szemében, jelenleg pedig esetleg Budapestről egy-egy napra kijönnek, vagy Visegrádra, vagy Esztergomra, vagy Szentendrére váltanak az emberek, de nem úgy érzik, hogy ezt egy külön tájegységként meglátogassák. Ez a kísérlet is, illetve merjük remélni, hogy hagyomány, és ebben hiszünk, azt szolgálja, hogy azok a rendezvények, amelyek Visegrádon már nagyon jól működnek, a várjátékok, és itt külön megköszönöm visegrádi vendégeinknek a részvételt, akik elhozták ezt a világcsodát a két színű porral folyókutat, illetve azt a megjelenést, amit itt adtak, ez mind-mind azt szolgálja, hogy amikor valamikor régen elkezdtük a világörökségi programot, és azt megpróbáltuk Visegrád és Esztergom központtal felépíteni, ezt szeretném folytatni. Egy pár évvel ezelőtt mi voltunk a vendégek a visegrádi várban, most a visegrádiak vendégek az esztergomi várban. A rendezvénynek ez egy első és reméljük a jövőben kiteljesedő célja. A másik pedig az, hogy a meglevő magyar-török kapcsolatokban ráirányítsuk a figyelmet, hogy Esztergom talán sokkal fontosabb a törökök számára, mint ahogy gondolnánk. Nem csak azért, mert létezik egy
dalok, amit szinte mindenki ismer, Esztergott Kelesi névvel, mert az Osztrák Birodalom legnyugatabbra levő végvára volt Esztergom, hanem azért is, mert mindazok az emlékek, legyen ez nyelvi emlék, és itt Esztergomban nagyon sok történelmi, kézzelfogható emlék van, sőt a Balassa Múzeumnak gyönyörű törökkori gyűjteménye, ezeket jobban átértékelve azokat a momentumokat és azokat a részeket keressük, ami közös. A mai napon a vállamon van egy kendő, amelyet Karatepe faluban az ottani polgármester feleségétől kaptam, én pedig ott hagytam ajándékba az én kendőmet, ami éppen akkor rajtam volt. Ez is azt példázza, hogy azok az emberi kapcsolatok, amelyek valahol a szívünkben élnek, vagy amelyeket a mindennapokban kell megélnünk, sokkal fontosabbak, mint azok az idézőjelbe vett nagy politikai elképzelések, amit néha csak olvasunk az újságban. Így aztán én azt kívánom a szervezőknek és mindazoknak, akik részt vesznek majd ezen a programon, hogy érezzék meg azt a régi hangulatot, azoknak az embereknek az életét, életérzését, amivel ők itt éltek, és az együtt töltött percek maradandó emléket biztosítsanak a hétköznapokban is. Jó ünneplést és időtöltést kívánok mindannyiunknak! Most pedig az esztő napokhoz kapcsolódóan, ahogy említettem, első évben a török időket szeretnénk fölidézni. Szeretném felkérni Horváth István igazgatóra, történészt, hogy tartson egy néhány perces előadást Esztergom török koráról, felelevenítve egy kicsit ennek a korszaknak az érdekességei. Esztergom török kori történetéről néhány percben elég nehéz beszámolni, ezért egy kis vázlatot tettem magam elé, hogy ne kalandozzak el. Városunk középkori jelentősége ismert, azt azonban már kevésbé tudják, egymillió, hogy távolabb lakók, hogy a török időkben is, amely 150 évig tartott nálunk, Esztergom jelentős szerepet játszott, sokszor országos jelentőségű szerepet, hiszen a 150 évből kereken 130 évig Esztergom török kézben lévő végvár volt, és ez az időszak ráadásul nagyjából a közepetáján 10 év megszakítása történt, tehát Esztergomnak két török korszaka volt, egy 16. és egy 17. századi. Városunk először 1526-ban került kapcsolatba a törökökkel, pedig a Mohácsi csatánál, hiszen Szarkai László esztergomi érsek 1400 katonát volt köteles kiállítani a Mohácsi csatához, és ebből 1000 lovas és 400 gyalogos, és az érsek is ott vesztette az életét a Mohácsi csatában. A visszatért csapat töredék Nagy Máté hadnagy vezetési alatt, a gyalogosok hadnagya volt, sikeresen megvédelmezte Esztergomot. Tudnélik, a Mohácsi csata után Budát foglalt el Szulejmán szultán, és a környező vármegyékbe küldte ki rabló csapatait, és így Esztergom is ekkor érte az első török ostromot. A várost fölgyújtották, lakóit részben lemészárolták, részben aki tudott elmenekült. A várat azonban akkor nem tudták elfoglalni Nagy Máténak és csapatának köszönhetően. Ugyanekkor érdekes események is játszottak. A budai palotából Mária királyné menekítette az értéktárgyakat, és ez még a török ideérkezése előtt volt, és az esztergomi várkapitány megdézsmálta ezeket, állítólag kettőt el is süllyesztett itt valahol a város térségében, tehát érdekes középkori emlékekre lehet számítani akár egy ilyen dunai régészeti kutatás során. Ugyancsak egy fontos történeti eseményre került sor még közvetlen a Mohácsi csata után is Esztergom ostromakor, amikor a közeli Marót falu mellé, ami a Gerecsében volt, oda menekült nagyszámú magyar részben, katonaság részben, déli megyékből ide származott, vagy ide menekült lakosság, akik 3 napig védekeztek. Tehát egy komoly ellenállás volt a Gerecsében, 3 napig tartott a csata, és végül
felmorzsolták ennek a kb. 25 ezer főnyi ellenállónak az ellenállását, és itt történt meg Dobozi Mihály és itt Vese híres történet, amit sok költemény és festményen is megörökítettek. 1526 és 43 között 5 alkalommal ostromolták Esztergom várát, hol a török, hol Szapolyai János, hol Ferdinánd király, aztán megint a török. Végül 1543-ban Szulejmán szultán nagy sereggel zárta körül Esztergom várát, és körül 2 hetes ostrom után el is foglalta. Az esztergomi őrség, akik ekkor Ferdinánd király főleg spanyol, olasz, német zsoldosaiból álltak, kezdetben vitézről védekezett, azonban egy olasz származású tűzmester, tüzér kiszökött a várból, és elárulta a törököknek, hogy az esztergomi vár a Vilesz sarka, a vízivárosban lévő malombástya, ahol a vízemelő gépezet működik, amely a vár vízellátását biztosítja. Úgyhogy a törökök ezt foglalták el először, és miután a várban lévő nagyszámú katonaságnak nem volt tovább ivó vize, kénytelenek voltak feladni a várat. 1543-ban Szulejmán szultán egy jelentős katonaságot hagyott egyrészt Esztergomban, Szandzsák székhelyét tette, és egy több megyére kiterjedő török közigazgatási területté vált, és egyúttal a Duna völgyében a török birodalom legfontosabb határvára, végvára lett az esztergomi vár. És mindjárt jelentős építkezéseket is hajtottak végre az ostrom során, amikor több mint 10 000 ágyúgolyó csapódott be az esztergomi várba, és már jelentős károk keletkeztek. A Szent Adalbert szentélyének, összeomlott szentélyének a köveiből a vízivárosi kaputorony védelmére építette itt a hegyoldalában ma is látható budai kaputornyot, amelynek a kiskupolás török őrtornya fontos fátképjelen ma is Esztergomnak, és a székesegyházat pedig átalakította a Szent Adalbert székesegyházat dzsámivá, és a sarkára Szinálmesterrel, aki legjelesebb építőmestere volt a 16. században a törököknek, egy nagy minaretet építetett. Ez a minaret aztán a törökkori ostromképeken gyakran szerepel, a Szent Adalbert székesegyház 2 tornya mellett egy karcsú torony mutatkozik, és ez a 18. század közepéig fönnállt, akkor aztán sajnos egy földrengés alkalmával összedőlt, és ez további pusztítást okozott, az összedőlt torony, például a Porta Speciosát az törte össze. Na de nézzük tovább röviden a történetet, tehát Szandzsák központ, fontos végvár, a nyugati követségek itt érkeznek a török birodalomhoz, a várban jelentős számú katonaság állomásodik mindig, ez létszámban gyakran Budáit is megközelíti, és az esztergomi vár tulajdonképpen a vízivárossal együtt képezett egy nagy erődítményt, kimondottan a víziváros és a vár volt török lakosságú, a királyi város, amelynek külön várfalai voltak, városfalai és vízesárka volt, tehát jól védhető településrész volt, oda a magyarok helyére rácokat telepítettek a törökök, de ott is volt azért török katonaság, azon kívül az erődítmény rendszerhez tartozott a Szent Tamás hegy tetején épített palánkvár, amely tepedelennek neveztek, fejlyukasztót jelent, és lent a Szent Tamás hegy alján, ahol most a zöldház van, ott a melegforrások által táplált tó mellett, ahol egy árpádkori vízimalom is működött, szintén egy kisebb palánkvárat építettek, tudnék a vízimalmot átépítették lőpormalommá, és a palánkvár védelmezte a lőpormalmot 200 katonával, ugyanennyi volt a Szent Tamás hegy erődben is, és végül az esztergomi erődrendszerhez tartozott, és ez a Duna folyam lezárását is jelentette, hogy a Duna túlsó partján Párkányban
ahol eredetileg egy Kakat nevű középkori település volt. Az elpusztított Kakat falu helyén szintén egy fontos palánkvárat építettek ki, Gierdelen Parkani néven, ami májukasztó erődöt jelent, az ellenség májába fúvódó erődöt, és hajóhíd kötötte össze a vízivárosi partot a Parkani erődítménnyel. Tehát itt a hajóutat le tudták zárni, és ez a Parkani erődítmény, mint hídfőállás képezte a felvidéki bányavárosok, illetve Pozsony felé történő támadások egyik kiinduló pontját. Esztergom elfoglalása után, ugye először Budát foglalták, Esztergom Székesfehérvár, az ország szellemi, gazdasági életének is szakrális központjait, és aztán 1544-ben Visegrádot is, és ezzel tulajdonképpen Budát biztosították. A keresztények oldaláról nézve Buda visszafoglalásának kulcspontja tehát Esztergom és Visegrád várának a birtoklása volt. Tehát amíg ezek török kézben voltak, Budát meg sem lehetett közelíteni. Ennek érdekében sok ostrom volt visszavételükre. 1594-ben volt egy olyan nagyobb ostrom, amikor jelentős keresztény sereg, ebben jelentős számú magyar, német, spanyol katonaság, szinte olaszok is voltak. Ebben az ostromban szerzett halálos sebet Balassa Bálint, aki most már tudjuk pontosan a víziváros déli falánál, ahol a Kisdunaparton a Boldogó gimnázium mellett most egy emléktábla is van. Azon a tájon történt az a rohan 1594. május 18-án. 18-án dőlt be a falot, a Szent Tamás hegyről és a Jévíz mellől lőtték a vízivárosnak ezt a déli falát. A fal bedőlt, és következő nap 800 katona próbált meg behatolni a vízivárosba, hogy ezt visszafoglalják, és ennek a vezetője Pálffy Miklós volt, és a csapatban pedig egyebek között Balassa Bálint is benne volt. 200 halott maradt a csatatéren ebben ennek a rohamnak a következtében, és jelentős számú sebesültet sikerült onnét kimenteni. Köztük volt Balassa Bálint is, aki aztán néhány nap múlva vérmérgezésben meghalt. Egy nagyon érdekes és tanulságos csatakép mutatja be ezt az eseményt 1594-ből. Egy kassai polgár, Ruda János készítette, erről majd néhány másolatot előadás után, egyet találkozásunk után ki tudok osztani. Tudnék, ezen német, latin és magyar nyelvű szövegek vannak, és nagyon szépen leírja azt Ruda János, hogy mit illik tudni erről a városról, amit megpróbálnak visszafoglalni a töröktől. És ha rövid kis történeti részt elmondanám, Párkány felől ábrázolja Esztergomot, rajta van a Párkány erődítmény, és a Duna a túlsó oldalon a Várhegy, a vízivárossal és a királyi város. És a következő szöveget írja, 51 évvel azután, hogy Esztergomot elfoglalta a török, és az érsekség elmenekült innét. A következő szöveg: Esztergom várának hozzátartozandó helyeivel egyetemben igaz és voltak éppen való megírása, melyet ezelőtt 500 esztendővel Szent István első magyari király magának lakóhelyre építetett, és ugyanott érsekséget fundált. Kit annak utána 1543. esztendőben kisasszony havának 10. napján Szulimán török császár megvett. És végezetre az miképpen az jelen való 1594. esztendőben az keresztjének alája mentek és megszállották. Tehát 51 éve már egy idegen birodalom végvára volt Esztergom, de azt illet róla tudni egy átlag magyarnak, hogy Szent István király alapította, aki ugyanitt érsekségét is fundált, és a Pozsonyban, Nagyszombatban elmenekült esztergomi érsek, ott is esztergomi érseknek mondta magát, és hosszú idő eltette után visszajött, és ezt a 130 évig
török várost újból magyar várossá formálták. Tehát ez az 1594-es ostrom sikertelenül végződött. Egy évvel később, 1595-ben, hosszú és nagyon pusztító ostrom után sikerült Esztergomot visszafoglalni. Ez az ostrom okozta legtöbb kárt Esztergom középkori építményeibe, és sajnos azt kell mondanunk, hogy a keresztények ágyúk tüze. Mindenáron vissza akarták foglalni, a Szent Adalbert templom jó részt rommá vált, puskaporról van föl benne, és a középkori épületek nagy része ugyanekkor vált rommá. Ekkor 5 évig Pálffy Miklós lett Esztergom várkapitánya, aki a korszak legjelentősebb magyar hadvezére volt, és igen jelentős hadi tetteket hajtott végre, ezek közül csak 2 említek meg, visszafoglalta Tatavárát és Győrvárát, ami a Dunántúl legjelentősebb erődítménye volt, visszafoglalta a töröktől. Sajnos 1600-ban meghalt, és Pozsonyi Dombban van eltemetve, ott láthatják a síremlékét. Utána ismét idegen zsoldosokat hoztak Esztergomba, és idegen várkapitányokat. 1604-ben újból próbálták a törökök elfoglalni, akkor még sikerült megvédeni. 1605-ben aztán elfoglalták részben, árulás gyanúval ismét a törökök, és 1605-től 1683-ig ismét török kézbe került Esztergom. Ennek az időszaknak sok építménye megmaradt, a török hosszú időre, örök időkre próbált itt berendezkedni, és ezekből a török műemlékekből, amelyeket aztán barokk időkben részben átépítettek, vagy elbontottak, néhányat sikerült az elmúlt évben feltárni, és közülük az Özecseli Hadzsi Ibrahim Dzsámi, gondolom az, amelyiket már nagy részt láttak, de van egy hasonló minőségű török fürdőnk is, pont azon a helyen, ahol Balassa Bálint megsebesülése is történt, hogy annak egykori helyreállításával egy újabb, érdekes törökkori műemlékegyüttes fog felszabadulni. Ebből az időszakból még egy eseményt megemlítenék. 1663-ban Párkány mellett volt egy nagy csata, aminek nagyon sok magyar halottja volt, akik közül, hogy 1500-at elfogtak és 700-at Párkányba lefejeztek, és a fejeiket ide áthoztak és kitűzték a vár falaira a törökök. Ebben az időben, éppen a csatának az alkalmából járt itt Evlia Cselebi, Esztergomban egy híres török világutazó, aki részletesen leírta a várost, és már sokan azt mondják, hogy általában túlzásokba esik az Evlia, és nem igaz, amit ír. Hát itten több esetben is sikerült konkrétan megfogni azokat az építményeket, amiket leírt, úgyhogy Esztergomról elég részletesen és elég hitelesen írta Evlia Cselebi. A Párkányi csata halottainak a koponyáit azután a Strázsahegy alatt egy közös egy sírba, egy nagy gödörbe ásták el, tehát arra kell figyelnünk, hogy az ottani építkezések során esetleg ha 6-700 koponyát találnak egy helyen, az a Párkányi csatából származik. Másik Párkányi csata az 1683-ban volt, amikor a török Bécs alatti veresége után a visszavonuló török seregeket, a keresztény seregek Párkánynál újból csatára kényszerítették, és nagy arányú vereséget mértek rájuk, mert több mint 6000 török halt meg, és utána Esztergom várát is visszafoglalták Szobieszki János lengyel király és Lotaringiai Károly seregei. Ezzel azonban még nem ért véget a törökkor Esztergomban, hiszen Buda még török kézben volt, Érsekújvár is még török kézben volt, amikor a keresztények Érsekújvárat próbálták meg visszafoglalni, körülzárták és ostromolták, akkor a budai pasa egy nagyobb sereggel Esztergomot fogta körül, és ezzel megpróbálta onnét a figyelmet elterelni. Valójában a érsekújvári táborból a nagyobb részt a hadseregnek átkelt a Dunán, és itt Esztergom és Tárt között a tárti csatában szintén sikerült a törököket megverni, és ezzel végleg felszabadították az esztergomi várat. Tehát ezzel tulajdonképpen az utolsó
török csatával elmúlt itt a török veszély, a következő évben már Budát is visszafoglalták, ugyanakkor Érsekújvárat is a csata után visszavonuló sereg sikeresen megostromolta és visszafoglalta a törököktől, úgyhogy Esztergom vidékén a török veszély 1685-ben megszűnt. Most ennek a 130 évnek, amit itt a törökök eltöltöttek, nagyon sok emléke megmaradt, részben átépítve, részben a föld alatt. Enyhában a Dobó Gimnázium, most Árpád-hegyi Szent Erzsébet Gimnázium udvarán végeztünk a múzeum régészei Tarjédit múzeumigazgató vezetésével új föltárásokat, és igen sok és szép török emlék került elő, amelyek közül egy dolgot említenék meg, egy kis haládába elásva 7 darab különleges értékű török dísztál került elő, ezek kerámia tálak Iznikből, Kis-Ázsiából, a legfontosabb, legjelentősebb törökországi kerámia műhely a mai napig, és ez még a 16. században ásták el. Aztán később egy házat ráépítettek, tehát valószínűleg aki elásta, már nem tudta újból kiásni. Esetleg elpusztulhatott a 1594-95-ös ostromban, és később ráépítkeztek, és így megmaradt az egész. Sok más műemlékkel és érdekes régészeti tárgyal gyarapodott a város. Esztergom a török korban kiemelkedő jelentőségű hely volt, ha csak a városképre gondolunk, legalább 6 minaret volt a városban, és a hozzávaló török templomok, kupolás török fürdők, és hát a megfelelő lakosság is hozzá. Köszönöm a figyelmüket. Azt gondolom, hogy mindig nagy élmény egy olyan hozzáértőtől hallani a történelemről, aki valóban saját tapasztalatából tud beszélni ezekről a dolgokról. Most pedig szeretném felkérni Csató Pál képzőművészt, a visegrádi palota híres borkutyának, a Muzsák kutyának a rekonstrukciójáról. Mondja néhány szót nekünk. Visegrád király János üdvözletét hoztuk volna Esztergomban, és nagy örökem számunkra, hogy önök is belevágtak ebbe az óriási munkába, hogy azokat a romokat, amiket itt a történelem nekünk produkált, megpróbálják élővé tenni. Mi ezt Visegrádon 28. alkalommal tesszük már, és meg kell mondanom, hogy az egyedüli, amit a mi korunk megfelelt, hogy ezeket az úgynevezett romokon nem kecsereg, hanem megpróbál rajta olyan történelmi játékokat produkálni, amit most önök is elkezdtek, ami által egy kicsit közelebb hozzuk azokat a korokat, azokat a hangulatokat, amik nem mindig örömmel töltötték el ennek a nemzetnek az életét, és aztán Horváth professzor előadásából tisztán láthatjuk, hogy azért egy nagyon kemény időszakot éltünk meg, és ehhez képest, hogy nekünk most mik a problémáink, zárójelbe jegyeznék meg sárga csekk és egyéb, ehhez képest a levágott fejek és egyéb borzalmas tragédiák át nagy kontrasztot jelentenek. Hát nagyon örülünk annak, önök elkezdték ezt a programot, és mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni, hogy segítsünk önöknek ebben, mert a régész ember számára a romok azok egy nagyon izgalmas feladat, abban rengeteg mindent lehet csinálni, fantasztikus dolgokat derülnek ki. Amikor megtalálunk egy-egy csodálatos leletet, és akkor ezt megpróbáljuk rekonstruálgatni, de most hagyd mondja azt, hogy a gépvágszót a másik oldalról, még pedig az építészek és a művészek oldaláról, mi viszont belealunk ebbe, amikor önök konzerválják azokat a romokat, és nem mernek tovább hozzányúlni, mert a Jelencei kartát ugye aláírtuk, és egy méteres lapokba tárolgatunk. Ez nekünk, akik ezeket van épületeket valamikor, vagy elődeink megteremtették, ez olyan elkeserítő, mint hogy a Marilyn Monroe csontvázával próbálnánk szexuális gerjedelmeket a férfiakban előidézni. Igyék el újjáépíteni, törépíteni, az egy nagyszerű dolog, és már egy alkotó ember számára egy halál, amikor lerombolt és roncsállapot válítjuk ki, hogy lám, itt volt az a bizonyos valamán, de mi kell
Michelangelo Leonardo a kézna művet alkottam. Ebben az unokámmal voltam a nyáron a úgynevezett római romok között Admingumban, és egy 6 éves gyerek számára ugye ez egy nagyon érdekes dolog, megjegyezte nekem, hogy és mondta nagyapa, amikor esett az eső, akkor hol laktak, mert hogy ezek a 1 méteres magok körül nincsen tető, se ágy, se semmi. Hát mondtam, hogy így vázaloktak a régészekkel együtt, a Vájva Verencei Vartát, de megnyugodtak, gyönyörű padopák voltak itt, és ha már másképp nem megy, akkor próbáljuk meg ezt így megoldani, hogy beviszünk történelmi játékokat, amikkel megpróbálunk egy deja vu-t teremteni az emberekbe, mert van itt még a teremtő által egy speciális recept, ezek énekben van, és azokat a géneket hordozunk magunkban, amiket itt őseim több ezer éve még csináltak, és egy-egy jó ízzel, egy-egy jó tánccal, egy-egy jó zenével bizony föléleszünk magunkban azt a kort, amikor a nullacon már még éltünk. Ugye Einstein kérdezték meg valamikor, hogy hisze a reinkarnációban, és ő azt válaszolta, hogy én már előző életesen beírtem benne. Na már most ez a legjobb dolog, amit mi elkövetettünk, nem mindenkiben fog ez 100%-os örömet okozni, és most engedjél meg igazgató úr, hogy nagyon röviden egy kicsit a kedves dörög vendégeink ez szóljak. Én tudom, hogy ez a mi közös történelemnek vannak pozitív oldala is, de el kell önöknek árulnom, hogy 99%-ban negatív volt. Nem tudom, hallották az előbb, mi minden történt itt. Megértem, hogy önök rettentően fel vannak háborodva, mert mi kezdtük ezt a dolgot, amikor otthon jó voltam, hol a mondatom áll. Bizánci kaput betörtük, de higgyék el az enyém, akkor Bizánc volt, és az Inklajegzseben Konstantinápoly volt, és az még a törököknek nem sok köze volt. Én megértem, hogy ezek után önök úgy döntöttek, hogy Magyarországon iszonyatos pusztítást végeznek. De higgyék el, ez nem igazán testvéri cselekedet volt. Annak ellenére, hogy azért is említést kérek önöktől, hogy most pedig Minukor kongresszust tartunk, mert ahhoz sincsen igazán köze ennek a bizonyos magyarságnak, önök köztök közünk van. Hiszen a Magyar Szent Koronát, ha valaki egy véletlenül átul is megnézi, azt láthatja, hogy ott divokat szeretett Konstantin képe fölött Dukasz Mihály kedves papa látható, de közvetlen mellett van még egy kis dűzománc kép, ahol amire az van írva, hogy Geovinc, Turkia királya, vagyis Géza, Türkia királya, ami jelzi azt, hogy nekünk valóban több közünk van genetikailag egymáshoz, mint egyébként. De ezt így itt volna most már rendbe tenni, és ez a rendetétel rendben van, belemegyek abba, hiszen nagyon hálásak lehetünk, hogy amikor az önöktől felszabadító csapatokkal ellen megpróbáltunk fölépni, Rákóczi Ferencünk jó voltából, és természetesen belebuktunk, akkor önök fogadtak be minket, legalábbis beszélőket és kíséretét. Majd utána egy következő próbálkozásunk 150 év alatt szintén kudarcak, a kulatba Kossuth Lajost és kísérletét is önök fogadták be, de el kell önök megmondanom, hogy ez gyakorlatilag ez a nemes cselekedetet most lehetne igazán megkoronázni, avval, hogy azokat a rokokat, amiket viszont önök részben produkáltak itt, megpróbáljuk közösen valóban újraépíteni. És erre Visegrádot javasolnám első akcióként, aztán természetesen a Desszerkomra is sor került, de itt viszonylag nagyobb rend van, mert bizony nálunk rettentő sok a rom. Ennek megfelelően nagy örömmel venném azt, hogyha majd tudnánk egy olyan közös bizottságot létrehozni, akár kedves osztály sokorunkkal együtt, hogy nekiállunk és legalább egy dolgot erre teszünk. Fizikailag is olyan szép, mint ahogy volt, mert Visegrád fantasztikus, gyönyörű volt. Királyi város volt természetesen, Szent Korona őrzője volt, rettendő fontos szerepe volt, de azt a csodát, amit ott találtunk a fantasztikus utakban. Arról csak azt az apróságot szeretném megemlíteni, hogy önök közül volt egy krónikár, volt egy nagy követ, aki bevonult Visegrád egyetlen városába, és fogadta őt Mátyás. És úgy írják a kronikák, hogy nem tudott megszólalni jó darabig annak a sok szépségnek a látván, amit ott talált, fantasztikus utaink és egyéb
mesterműveink jó voltából tényleg európai városok voltunk, sajnos ezekből a lapoló töredékromokból, és egyetlen egy utat nem tudtunk újra produkálni, ez pedig a húságkutya volt, ezt a húságkutyát hoztuk most ide. Második évig dolgoztunk erősödességgel, mert azon, hogy ennek a rekonstrukcióját tételőt tudjuk hozni, és így szeretném tisztelőigazgató Esztergomnak és ennek a helynek megköszönni, hogy erre sor kerületet magának a útnak, a Muzsákkútyának a megalkotására is, mert ez Vitéz Jánosnak köszönhető, Tátyás királyunk a maga módján. Nem volt a abszolút művelt emberek közé tartozó, a nincs Vitéz János, nincs Magyar Reneszánsz, nincs Mátyás, és nincsenek ez a gyönyörű utak, tehát végtelen nagy állával tartozunk ennek a helynek és a helyszeremének, remélem Vitéz János itt áll valahol. Tisztelettel emelném meg a kalapomat, ha nem tartanak vissza a mikrofon, de van még valami, amit szeretnék megköszönni, mert ezt a utat nem tudtuk volna újra teremteni, ha nincs egy Olá Miklós, szintén esztergomi érsek, aki kint Brüsszelben, Mária királynő udvarában 1536-37-ben írja meg azt a kitűnő művét Ungária Attila címmel, amiben leírja ennek a kútnak a történetét. Én most ebből a bizonyos 10 sorból sikerült rekonstruálni, és természetesen Giovanni Dalmata munkásságát, aki valószínűleg utat készítette, létrehoztunk ezt a művet, amelyik gyakorlatilag azt a ominózus dolgot produkálta, hogy főbűneteken Mátyás király utasítására bor folyt belőle, fehér és vörös bor, de most el kell váruljam, hogy a helyszínen úgy olyan kis trükköt dobott be nekünk, hogy ezt a kettőt a szerkezet egy kicsit megvalarta, úgyhogy most itt egy kitűnő küvére fogom önöket meghívni, amelyiknek a lelkét, magát a bort, az Isler Granum borlovag rendnek köszönhetjük, és engedelmőigazgatóra át is adnám nekik a szót, hogy ők mondják el, hogy mivel fogunk most itt kóstolni majd. A magyarországi borrendek nevében és az Isler Granum Eurorégió borlovag rend nevében köszöntöm a rendezvényt. A borrendünkről annyit kell tudni, hogy a magyarországi borrendek 35 éve csatlakozott a világ borrendi szervezetébe, és ez egy olyan szervezet, ahol Magyarországon jelenleg 49 borlovadrend működik. Tudjuk azt, hogy a 22 borvidékre úgy majdnem 1-2 jut, de természetesen Budapestnek és más városoknak is külön borlovadrendi szövetségük van. A határon menti történelmi Magyarország csatlakozó borlovagrendje is a sorainkba tartoznak, Szerémségből, Bánátból, Kárpátaljából és természetesen a Felvidékről is. Az Isler Granum Eurorégió borlovagrend az egyetlen olyan borlovagrend Európában, ami határon átnyúló. Természetesen a szlovák és a magyar kapcsolatokat hivatott örökbíteni, és immár közel 10 éve, 2004-ben alapult a borlovaglendünk 22 alapítóval, és ebből természetesen felvidéki és anyaországi alapítóink is voltak. A ruházatunk ezt a kapcsolódást és a jelképeink ezt a kapcsolódást tükrözik, hiszen az ászlónkon a vörös szín a jelentős vörös szőlőnek a színét adja, a ruházatunk főszíne a mostani fajta összetételben pedig a fehér szőlőnek a színvilágát tükrözi. A jelképeink között természetesen a bazilikát, a Dunát és a muslai hegyeket, a hegyparkot szerettük volna megmutatni. Nagyon fontos a küldetésünk, hiszen a bor nagykövetének tartja magát a magyarországi borlovagrend. A magyar bornak a szépségét, ízvilágát hivatott az emberek között erősíteni, és így az esztergomi Isler Granum borlovagrendnek is ez egy fontos feladata. Nagyon sok rendezvényünk van, ebből szeretném kiemelni a borversenyeket. Két jelentős borversenyünk van, az egyik a Mária Valéria borverseny, a másik pedig az Isler Granum borverseny. Ennek azért van jelentősége, mert az Isler Granum Eurorégióban közel 100
önkormányzat csatlakozott már, és azokon a településeken tartjuk a borversenyeinket, egyik évben az anyaországban, a másik évben pedig a Felvidéken, hogy ott is népszerűsítsük és összetartsuk a borászokat és a boron keresztül az ott lakó népeket. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam a borlovagrendünkről ezeket a pár gondolatokat, és megkérem lovagtársamat, hogy a mostani, a mai napra immár készült kövérrel egy pár szót. Ez a gyönyörű kút megtréfált ma bennünket, mert a beöntött fehér és a vörös borból egy nagyon szép küvé bor csurgott ki most, vagy fog kicsorogni a poharainkba. A küvéről azt kell tudni, hogy ez nem a szőlőfajtáknak a keverékéből születik, hanem a már letisztult, lefejtett bornak a házasítása. Általában a küvé nem egy elterjedt lepalackozásra, alkalmasabb bor palackozásra, de nem annyira elterjedt, mint a fajtiszta szőlőké. A küvéhez igazából egy összeházasított, teljesen letisztult bor, amelyik a vörös és a fehér bornak a keveréke. Nagyon szépen köszönöm, és most kedves vendégeinket arra szeretném kérni, amennyiben igazgatóval hozzájárul, hogy mindenki egy barát emeljen föl, és járuljon a kútunkhoz, kóstolja meg, és kocincsunk arra, hogy jöjjön el a mi országunk, jöjjön el egy olyan ország, ahol a béke és az alkotás és a teremtés, nem pedig a pusztítás és egymás likvidálása legyen a cél. Kérem erre egészségünkkel emeljük barunkba. Igazgató úr!